Két évesek versenye. Még győzködni kell őt is egy picikét. Hát csupa-csupa újonc Dynamo kivételével. Úgyhogy ilyen értelemben mindez elnézhető. Az egyes játszák elsősorban tétnél, az ötöst, hetest, illetőleg a nyolcas is tíz alá került. A Queenről van szó. Az istáló páros, a Garai istáló, két lova közül a Kanca. Tehát jobban van fogadva. Ahogy szokták mondani, a két évesek esetében a Kancák koraibbak, tehát első futásukra esetleg jobb teljesítményt tudnak nyújtani, mint méntársaik. The Quint félig már betolták a gépbe, teljesen elfoglalta helyét, minden ló bent. És ebben a pillanatban elindult a nyeretlen két évesek versenyének futama. 1200 méterre Macaron jött ki gyengébben a gépből, aki vezet a Szoforozon Rajtszámáz társaságában. Közel van még Dynamo, illetőleg a negyedik pozíció Medikáé. Belül pedig ott láthatjuk Dynamo-t versenyezni, akkor, amikor közelítenek a kanyarhoz. Kívül bizony a hókás Dynamo szépen folyamatosan tud előre jönni. Egyelőre Szoforozon társaként vezetni is tudnak. Aztán jön Rajtszámáz, illetőleg The Queen, ez a páros van ott a harmadik, negyedik pozícióban, majd pedig Medikát láthatjuk versenyezni, Vernon a további ló, akkor, amikor lassan-lassan közelítenek most már valóban a befutó egyeneshez, és Dynamo fölénybe kerül. Dynamo tehát vezetni tud, Szoforozon egy kicsit háttérbe szorult, ott kisordródott több ló is, úgy tűnik, hogy a Medika lesz az, aki végül meg fog indulni, és csatázhat akár a második helyért is, hiszen Dynamo tetszetősen növeli előnyét, és nagyon magabiztosan jár elől. Ezt a futamot nem lehet már tőle elvenni, meg fogja nyerni, utcahosszal vezet, mögötte ott van Medika, akit pedig erőteljesen támaz Rajtszámáz. Rajtszámáz nyújtja a lépjeteit, miközben Dynamo megnyeri ezt a futamot, aztán pedig érkezett Medika, illetőleg Rajtszámáz, úgyhogy 1-es, 5-ös, 7-es az első futam befutási sorrendje. Dynamo tehát valóban meg tudta nyerni ezt a futamot, esélyeshez méltón, utcahosszal, úgyhogy harmadik futását immáron siker koronázta. 1-es, 5-ös, 7-es tehát a befutási sorrendünk, ez a második játék a 3-as befutónál, 9,6-szeres pénzt ér majd a játékosoknak, akik jól tippeltek, hát pari volt gyakorlatilag a nyerő Dynamo. Bajs Gábor pedig ezzel győzelmek tekintetében utol is érte az eddig ranglista vezető Stanislav Georgievet, tehát ketten állnak 11-11 győzelemmel a ranglista élén. Hát itt láthattuk azt, hogy Szoforozon amíg lehetett közel volt, de aztán a befutóban szépen lassan fáradt el, jött viszont fölfele Medika, illetőleg Rajtszámáz, és ők ketten osztoztak végül a dobogó második, illetőleg harmadik fokán. Hát Dynamo gyakorlatilag tényleg ezt a versenyt, ahogy szokták mondani, Gentrében nyerte. 1-es, 5-ös, 7-es, aztán itt egy bolyban Szoforozon, illetőleg a gyengé.